Egyesek szerint neki nagyobb a füstje, mint a lángja. Hát szerintem meg neki csak lángja van. Sziasztok, itt vagyok Pakson. Végre leértem, elég szoros volt a menet, és Eric Gales workshop lesz. Nagyon szépen köszönöm Géczi Viktornak a meghívást. Hát kegyetlen, az egyik kedvenc gitárosom. De még mielőtt abba belenéznénk, megmutatom, hogy milyen arcok vannak itt. Figyeljetek! Cső Gyuri! Cső Zsolti! Gyuri, mit vársz ettől az egésztől? Máté is itt van. Univerzális katarzist várok. Igen, egyértelműen. Figyelj, fogalmam sincs, de pont erről beszélgettünk az előtt, hogy nincsenek elvárások. Hát ez egy olyan szintű tudással, pontosan tudjuk, hogy milyen. Igen. Inkább engem az érdekel, hogy milyen logika szerint hogyan fogja felfűzni ezt az egész dolgot. Erre vagyok igazából kíváncsi. Aha. Hát ugye a tudással tisztában vagyunk, hogy mi a helyzet. Hát Zsolti? Csatlakozni tudok ehhez, tehát az, hogy ki hova rakja le az ujját a gitáron, az már régóta nem önmagában nem teljesítmény, hanem hogy milyen gondolkozás van mögötte. Tehát, hogy kiket fog megemlíteni esetleg, hogyha beszél példaképekről, vagy hogy szedte össze azt a fajta gondolkodásmódot, ami most a játék. Az a durva, hogy láttam róla egy videót a YouTube-on, ahol 8 éves, és kb. Ugyanígy játszik. A családi zenekarral. Igen. Ez a Left Hand Brothers, a később lemezt is csináltak, és ott még a Manuel Gales, ugye, aki Little Jimmy King néven vált híresség. De tudtás úgy. Nem, hát... Sajnos. Máté, a fiatalság? Én már most le vagyok nyűgözve. Csak ennyit tudok mondani, és soha életemben ilyen közel nem tartózkodtam még amerikai bálványomhoz. Én sem. Úgyhogy nagy izgalommal várom. Ja, na hát kegyetlen lesz, srácok, bejelentkezem onnan is egy kicsit, aztán meg az élménybeszámoló is jön majd. Mindjárt kezdődik, őrület, hogy itt van a forma. Figyelj! Welcome everybody to this hour masterclass, and I've done quite a few of these before, and there's really no set process that I have. I just kind of go where my heart is. I'll talk and play a little bit and see if y'all got some questions. There's no big rocket science, you know, to what's about to happen here for this hour. I'm just going to play a few things and talk about a few things. And first off, let me say how excited I am to finally be able to play in front of people again after 2+ years of being cooped up and, you know, confined to the house. And my love is being on stage, playing in front of people, and being able to give the energy that I have with everything that I have to the crowd, and that's where it's at for me. So tonight is going to be a huge start of a month-long tour. So we're overseas for an entire month, and tonight is the very, very first night of our tour. And I have big plans to make tonight really special. And I'm gonna play with everything that I have, and I'm gonna give y'all all that I got. Is that okay with you? Yeah. Yeah? Okay. You want a lot or you want a little bit? You want a lot? Yeah. Okay. All right. I'll just play something first and go from there. Is that all right? Sure. Yeah, cool? Yeah. All right. Csak pár dolog, még mielőtt itt a mester belekezd a gitározásba. Szóval hát elképesztő volt hallgatni, elképesztő volt őt látni, elképesztő volt látni az érzelmeit, mármint beszéd közben, hát természetesen játék közben is. Annyira volt a szó pozitív értelmében Amerika az egész, hogy nem is tudom, hogy volt-e már valaha ennyire Amerika közeli élményem. Ez most jó, nyilván ez így... bénán hangzik, de ez van. A legnagyobb lazasággal, de közben meg a legnagyobb alázattal ment minden. Na mindegy, majd még jövök vissza mesélgetni, de most nézzük meg a gitározgatást. Sok mindenről szó volt egyébként, nyilván nem tudtam az egészet fölvenni, meg nem is azért mentem. Lesz egyébként erről majd hivatalos jó kamerákkal, jó minőségben rögzített videó, úgyhogy ezt majd mindenféleképpen nézzétek meg. Igaziból, hogy a saját gondolataimat szerettem volna elmondani nektek. Beszélt a rasszizmusról ott Amerikában, hogy a bőrszíne miatt azért nagyon sokszor nincs könnyű helyzetben, nagyon sokszor hasonlítják Hendrixhez, majd itt, ami következik kis monológ vele kapcsolatban, az pont erről fog szólni. Beszélt az idoljairól, nyilván utána jöttek majd kérdések is, ahol a gitárjáról beszélt, amit egyébként kiderült, hogy egy Eric Gale nevezetű forma csinált neki, nagyon vicces. De ami még nagyon Amerikává tette nekem az egészet, ott volt a felesége, és hát ő nyilván hallotta már nagyon sokszor játszani, gondolom beszélgetnek is néha azért erről-arról, de ott ült az első sorban, és én néha őt is figyeltem, mert nem tudom megfogalmazni jobban, de hogy azt látom, hogy végig vele volt, és akár, tehát, hogy így mondott valamit az Eric Gales, és a felsége az így irgalmatlanul bólogatott, nem tudom, nincs erre sajnos jobb szó, de ez nem bólogatás volt, hanem ez a velelevés, és ugyanez volt, amikor játszott, hogy láttam rajta, hogy vele van, és küldi neki az energiát, és szóval nagyon, nagyon, nagyon durva volt ezt látni. Ezek a dolgok például nincsenek meg szerintem így, vagy ennyire meg itthon. Ez nekem egy nagyon nagy különbség volt, amit most itt tapasztaltam. Lehet, hogy ez csak náluk van egyébként, mármint Eric Gales-nél és a feleségénél, amit kétlek, de hát szóval ezt ott itt személyesen átélni, ez kegyetlen volt. Jöjjön még egy kis beszéd, meg aztán egy kis gitározás, és akkor a végén még visszajövök. Nobody else in this world has Eric Gales' DNA. Nobody. And that translates to the guitar playing. I get the comments and compliments and comparisons to the great Jimi Hendrix and all of these other greats out there. Let's just start out with the big fact. Jimi Hendrix is, to me, one of, if not the greatest guitar player of all time. Hands down. Now that's my opinion. That's not a fact. Reason is not a fact because there are many different styles. Some could say Tommy Emmanuel is the best guitar player ever. Some could say Eric Johnson is the best guitar player ever. Some could say Van Halen. Some could say Steve Vai, Joe Satriani, Steve Lukather, Albert King, Stevie Ray Vaughan, Robin Trower, Frank Marino, Wes Montgomery, Chet Atkins, Roy Carr, George Benson. All of those people have different styles. So to say that a player is the best of all time, it's basically in the eye of the person that's singing. Back to the DNA. I get the comparison to Jimi Hendrix quite a lot. Is it possible because we're both black? And I so happen to hold the guitar the same way that he does? Now, my wife has told me that there are very eerie pictures that we look alike a little bit, and she admitted to it. But no one has Jimi Hendrix's DNA but Jimi Hendrix. I'm getting to a point here. So people that make that comparison, I take it as the highest compliment in the world, but never ever will I ever try to be the next Jimi Hendrix. that version. It's pretty raunchy, man. It's a good tune. I like it. They have a lot of room. Before I go any further, I'll take this moment and get some questions, or anybody got any questions they want to ask at the moment. Tehát a legtöbb ember, többek között én is a színpadi előadásmódod miatt is nagyon szeretlek téged. Kiabálás, nevetgélés, játék közben, interakció a közönséggel, hogy ez mennyire a show része, mennyire tudatos, és mennyire, vagy pedig ezt mindig átadod magad a pillanatnak, és belülről jön, és nem kontrollálod ezt a dolgot? Na, megpróbálom. So in the audience, most of the people like this guy, Mash is like you because the part of your energy, a part of your show is not only just playing, but your energy, your shouting, your smiling, and sorry, what was the second part? Is it a part of the show or it just? Ez tudatos vagy pedig? Natural. Consciousness. It is all. It's not planned. It is all spontaneous. I don't think I can do a show without it happening. It's part of me, in particular because what I'm playing, I have no idea what I'm about to get ready to do. Yeah. So when it comes out, it's a surprise to me. So I have to react to it, so I shout and, you know, yeah. And it's really fun. It's an awesome, fun feeling. I'm not gonna lie to you, it feels amazing. When I just step on stage and don't think about it and the stuff come out, and man, and you know, it's not planned, it's not scripted, it is all at just spur of the moment. Yeah. Thank you. Thank you. Nyilván kérdezhettem volna sokkal jobbat is, de hogyha már láttatok Eric Gales koncertet, mármint egy felvételen, vagy akár élőben, akkor ez a kérdések engem annyira foglalkoztatott, hogy ez azért van, mert ő Amerikában szocializálódott, és ott ez muszáj, vagy ez tényleg őszinte. Na hát, először is borzasztóan hálás vagyok, hogy ott lehettem, még hogyha rohannom kellett odafelé, rohannom kellett visszafelé, mert mentem játszani. Tehát nem volt egy egyszerű menet, de ezt semmi pénzért nem hagyhattam volna ki. Sajnos már nem tudtam maradni az esti koncertre, de hogyha még úgy adódik, akkor mindenféleképpen ott leszek a következőn. Először is hatalmas köszönet azoknak, akik ezt megszervezték, és energiát, időt és pénzt fordítottak arra, hogy ilyen dolgok Magyarországon létrejöhessenek. Mindenkinek egyesével hálásnak kell lennünk, nem utolsó sorban Eric Galesnek. És egyébként a Benkő Zsolti meg elmondta az elején, hogy beszélgetett vele előző este, vagy aznap reggel, már nem tudom, hogy nem érkezett meg a cucca az Eric Galesnek. Ott hagyták, nem tudom én, Varsóban, és nem jött meg a gitárja, ugyanabban a pólóban reggelizett, mint amiben este ott volt. Szóval nem volt ez egy egyszerű menet számára, de hogy mindezzel együtt, vagy mindennek ellenére a legdurvább személyiség, a gitározás az félelem bére, tehát hogy kikérem magamnak. Tehát, hogy ha tehetitek, akkor hallgassátok, menjetek el, bármikor lesz bármilyen, mert biztos vagyok benne, hogy felülmúlhatatlan élmény egy ilyen ember közelébe tartózkodni. Nekem az volt. Hát ennyi volt, és hát nem ennyi volt, mert nem tudom összefoglalni jól, de hogy ilyesmi volt ez az Eric Gales workshop. Nem arról ment a vita, hogy milyen pentatont mire kell játszani, sőt, hát még olyat is kérdezték tőle, hogy mennyit gyakorol, meg ilyesmi. És hát mondta, hogy van, hogy mit tudom én, 2-3 hétig elő se veszi a gitárt. Aztán van, hogy 3-4 napig egyben, de hogy most például azt mondta, hogy most pont ezelőtt ő nem nagyon gitározott, meg nem az van, hogy így leül gyakorolni, és akkor ezért zenéket írogat, És aztán meg nem, aztán meg chillel, meg vezet a régi kocsijával, a feleségével, és krúzolnak, és na hát szóval, ja, tehát, hogy így a jó. Mindegy, azért így gyakoroljatok neked, nyilván én is. Na, és akkor tényleg ennyi volt az Eric Gales Workshop, remélem valamennyi kis óvatos szeletét átadja ezt a videó, de hogyha megnézitek az egészet majd, akkor az lehet, hogy közelebb hozza az igazságot, csak szerettem volna az én oldalamról is megmutatni nektek. Köszi szépen, hogyha végignéztétek. Eric Gales True, és csak lángban is nincs füst. Csőzetek!